Ott egy olyan együttélés lehetne Kárpátalján, magyarok, ukránok, ruszinok vagy rutének, én még idehozom a cigányokat is között, ami példamutató lehetne Európában. Az orosz-ukrán háborúról szóló gondolataival nyitotta meg a beszédét a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke a Léleképítő című közéleti beszélgetés sorozat legutóbbi alkalmán. Balogh Zoltán arról beszélt, ez nem a magyarok harca, és hogy ez így maradjon, mindent el kell követni. A református egyház viszont felkészült a legrosszabbra is, és minden támogatást megad a Kárpátalján élőknek, mint ahogy tette az elmúlt évszázadokban is, ha az elesettek, a kiszolgáltatottak védelmezéséről volt szó. Újra és újra bajba kerül az emberiség, bajba kerül az emberi közösség, és aztán meg eljön az áldásnak az ideje, a felemelkedésé, a szabadulásé, úgyhogy mi minden bajban úgy vagyunk benne, hogy biztosan vagyunk benne, hogy az Isten elkészíti a kimenekedést, a szabadulást. Nem biztos, hogy akkor, amikor mi akarjuk, nem biztos, hogy úgy, ahogy mi akarjuk, de hogy újra és újra megtapasztaljuk azt a legnagyobb bajban is, hogy az Isten kezében vagyunk, és ő a tenyerén hordoz bennünket. Mi szeretnénk továbbadni ezt a hitet, ezt a bizonyosságot. A református szeretett szolgálat a háború kezdete óta folyamatosan részt vesz a humanitárius károk felszámolásában. Mostanra közel 1000 önkéntes, köztük orvosok és tolmácsok segítik a fegyverek ropogása elől menekülőket. Nem lehet elég erős szavakkal elítélni az, hogyha valaki egy szuverén országot megtámad. Még hogyha lehetne is rá ilyen-olyan amolyan oka, a háború az nem lehet, nem csak a 21. században, hanem soha a konfliktusok elintézésének a módja. Úgyhogy nem kell nekünk ebben óvatosnak lenni, határozottan ki kell mondani, hogy az agresszió, az letámadás, az jogtalan, az elfogadhatatlan, az megmagyarázhatatlan, az az ember, az a hadsereg, amelyik ezreknek, tízezreknek, millióknak okoz mérhetetlen szenvedést, gyermekeknek, ártatlan, édesanyáknak, idős embereknek, az nem lehet. Azt nem lehet igazolni, azt nem lehet támogatni, azt el kell ítélni. A tavaly újra indított nagy sikerű közéleti beszélgető est előtt az emberi erőforrások korábbi minisztere azt mondta, a tradicionális egyházi közösségek szerepe jelentős mértékben nőtt az elmúlt 12 évben a magyar lakosság körében. A kormánnyal karöltve ugyanis azt vállalták, hogy a modern idők szavát meghalva a féle szociális szolgáltatóként is egyre aktívabban lépnek fel. A test és a lélek egybe tartozik, és kevés az, hogyha csak a testet ápoljuk, azt gondozzuk, szükség van a léleknek az ápolására is. Az egyház az együtt vállalja ezt az idős gondozásban. Most már a nevelőszülői hálózatban csak egy számot mondok, a Magyarországi Református Egyháznak 4000 nevelő szülője van, akiket próbál összefogni, és azok nem csak a gyerekeknek az ellátásáról gondoskodnak, hanem a lelki-szellemi növekedésükről is, kiteljesedésükről is, és hát az iskoláinkba pedig több tízezer gyerek jár, hetente 150 ezer gyereknek tanítunk hittant református keretbe, hogyha hozzáveszik a katolikus testvéreket, akkor 500 000 gyerek jár Magyarországon minden héten hittanórára. Ezek mind olyan szolgálatok, amik nem egyszerűen arról szólnak, hogy az egyház erejét növeljük, vagy tagságát, hanem ez jó az országnak, ez jó a nemzetünknek, hiszen azok, akiket megérint az evangélium, az örömüzenet, Istennek a szeretete, azok jobb emberek lesznek. A korábbi évekhez képest határozott változást mutató szerepkörre pedig nagy igény van a társadalom részéről. Elég csak azt megemlíteni, hogy az egyházi fenntartású oktatási intézmények évről évre egyre népszerűbbek a szülők és a gyerekek körében. Idejövet beszélgettem az egyik óvodának a vezetőjével, aki panaszkodott, hogy olyan a túljelenkezés, hogy nem tudja eldönteni, hogy kit vegyenek föl, és hál' Istennek elmondhatom, hogy szinte mindegyik egyházi iskolába olyan mértékű a túljelenkezés, hogy ez egyáltalán nem csak az egyház tagjainknak az igényét fejezi ki, hanem azt, hogy az egyháztagságon túl is várják az emberek a református és a katolikus egyház szolgálatát is, mert mi szolgálunk. Ez szolgálat, és nem csak egyszerűen szolgáltatás. S egyház hazai vezetője szerint a jelenben talán minden korábbinál fontosabbá vált az egyházak szerepe. A társadalom tagjainak ugyanis a felgyorsult, szétzilált világban hatalmas segítségre van szükségük ahhoz, hogy megtalálják a belső békéjüket. Hogy egy államnak alapvető érdeke, hogy minél több vallásos ember legyen. Mert a vallásos emberek kevesebb bűnt követnek el, kevesebbet lopnak, tisztességesebben dolgoznak, kevesebbet válnak el, több gyermeket vállalnak, kevesebb a családi konfliktus, és hosszabb ideig élnek.
tudom mindenkinek ajánlani a receptet, hogyha szeretnének egy-két évet még pluszba hozzátenni. Azért, mert van egy belső lelki egyensúlyuk, van egy belső lelki stabilitásuk. És az bizony a stressz helyzeteknek az elkerülésébe, meg arra, hogy a testünk se betegedjen meg, arra a lelki egyensúly nagyon fontos. És ez az, amit mi, ezt nem lehet feltétlenül kilóval mérni, meg teljesítménnyel, meg százalékkal, de ők kimutatták azt, hogy egy vallásos, a hitét komolyan vevő ember az évekkel hosszabb ideig él, mint azok, akiknek ez hiányzik az életéből. És minden más területén is az életnek. Tehát azt lehetne mondani, hogy még egy ateista kormányzatnak is érdeke lenne az, hogy támogassa a vallási közösségeket, még ha nem is tette ezt. És nem is terveznek ilyet tenni. De milyen jó, hogy ma nem ebben a helyzetben vagyunk. Úgyhogy én azt a üzenetet hoztam, hogy azt a jó együttműködést, ami itt van közöttünk a jelenlegi kormányzattal, az érdemes folytatni. Arra nagyon nagy szükség van, nem elsősorban nekünk egyházaknak, hanem annak a nemzetnek, akiért mi felelősek vagyunk. A léleképítő következő vendége Esztergályos Cecília lesz.